Sziasztok! Ez itt egy újabb óriási Oriflame haul videó, illetve ugye most zárult mai napon a C7-es kampány, vagy tegnap, ugye ennek a katalógusnak a kampánya, és akkor gyorsan megmutatom nektek, hogy miket rendeltem én, és mik voltak a rendeléses termékek, vagyis amiket tőlem rendeltek termékeket, gyorsan megmutatom addig, amíg minden egybe van. Éppen most hoztam el a csomagokat, elnézést a hajamért, az egy kicsit béna, mert épp szakad az eső, de hát most mindegy, most tényleg gyorsan meg akartam nektek mutatni a dolgokat, mert aztán ugye viszem el, meg aztán megyek dolgozni, és úgyhogy nem tudom, hogy lesz-e, vagy lett volna még időm máskor felvenni. És akkor gyorsan is vágjunk bele, hogy ne legyen túl hosszú a videó. Itt van előttem két nagy csomag, teljesen most bontom ki veletek együtt, és akkor mutatom is éppen, amit megfogok terméket. Fú, az első, itt van egy nagyon-nagyon izgalmas termék, ez pedig a Skin Pro arctisztító készülék, ami ugye a... Fú, hogy hívják azt az a Clarisonic? Aha, annak a hasonmása, vagy hogy mondjam, tehát egy ugyanolyan arctisztító készülék, csak lényegesen olcsó. Azt hiszem, hogy ebben a katalógusban talán ilyen 6 vagy 7 ezer forint volt a teljes ára, de az Oriflame honlapon mindig mindent megtaláltok, majd belinkelem. És ez rendelésre van, úgyhogy nem szeretném kibontani, mert le van ragasztva a doboz, de valószínűleg előbb-utóbb nekem is lesz ilyen kis készülékem, és akkor majd megnézzük meg, kielemezzük most, amúgy se férne bele a videó. Aztán a következő termékek az az újra az Ecollagén szettet, megint megrendeltük anyukámnak is, mert kipróbálta és nagyon-nagyon tetszett neki is, meg én is azóta is most már lassan 3 hete használom, és iszonyatosan nagyon jó, úgyhogy az Ecollagén szettet nagyon ajánlom, ugye ebben minden benne van, a tonik, nappali krém, éjszakai krém, ez a nappali krém, éjszakai krém, a szemkörnyékápoló krém és egy habzó arclemosó, meg egy szérum. Ugye ezeket már mutattam az előző videóban. Aztán, ami itt van még, az egy másik arcápoló szett, ez a Love Nature sorozatból, ez egy nagyon kis aranyos és olcsó termékcsalád, ez fiataloknak, tehát akár ilyen 16 éves kortól ajánlom, és most nekem ez ugye ajándékban volt az egész szett, ami tartalmaz egy nappali krémet, egy éjszakai krémet, egy 2-1-ben arctisztítót, egyébként száraz bőre való vadrózsával, és egy szemkörnyék ápoló krémet. Ez az egész szett volt így nekem 500 forint, 2 vagy 3 ezer forint helyett, vagy valami ilyesmi. Jó, és akkor ami van itt még, ezt magamnak rendeltem, ez a mentás kivis hűsítő lábápoló krém, aminek nagyon-nagyon jó illata van, és most tavaszra-nyára kötelező termék, és ráadásul valami nagyon olcsó volt, tehát ilyen 400 forint körül, és nagyon-nagyon jó lesz, biztos vagyok benne. Akkor van itt két szappan rendelésre, az egyik az egy bazsalikomos, barackos szappan, szintén a Love Nature sorozatból, a másik pedig egy aloe vera görög rinnyés szappan. Biztos, hogy nagyon jó illatok van, izacskon keresztül annyira nem érzem, de nagyon cukik szerintem, és szintén ilyen 200 forint körül volt darabja, darabára. Szintén rendelésre van, ez már egy nagyon klasszikus termék szerintem, ez a Swedish Spa sorozatból, egy bőrradírozó, tehát teljes testre való radírozó. Próbálom úgy tartani, közben azt figyelem, hogy lássátok is. És ez nagyon jól hidratál is, tehát radíroz is, és hidratálja is a bőrt, és iszonyatosan jó. És nagyon jó az illata is, mert én ezt már használtam korábban, és szeretem én is nagyon. Ez most rendelésre volt, vagy ezt nem tudom, hogy mondtam-e. Aztán van itt, amit magamnak rendeltem, egy 5-1-ben The One szempillaspirál, ez biztos, hogy fogjátok látni videóban részletesebben, fekete színű egyébként. Szintén magamnak rendeltem egy The One rúst, igen, smink termékek előnyben, ami a Fuchsia Excess, egy de szép, egy ilyen nagyon szép fuchsia színű krémes ajakrúzs.
Jó, nagyon tetszik már is. Nagyon örülök neki. Aztán van itt még rendelésre egy ilyen Disney hercegnős habfürdő. Egy ismerősöm a kislányának rendelte. Van itt ez a klasszikus sarokreszterű, ez már nagyon régóta van az Oriflame-nél, ezt már biztos sokan ismeritek, úgyis. Aztán van itt egy aftershave balzsam férfiaknak, ezt apukám kérte, érzékeny bőre való aftershave balzsam. És ilyen nagyon kellemes, természetes illata van, nem az a nagyon-nagyon kölni illatú, mint sok aftershave, hanem ilyen kis kellemes. És van itt még egy rózsom, ami szintén Devon rúzs, csak egy másik fajta. Ez az 5 az 1-ben Color Stylist Lipstick. És mindjárt, ha kibontom, méghozzá az Uptown Rose, tehát szintén egy rózsaszín árnyalatban. Jaj, de szép! És ez egy sokkal természetesebb rózsaszín. Már így a kettőt egymás mellékenve elég hasonló a két szín. Talán ez egy nagyon picit pasztelesebb, természetesebb, a másik, az előző, az pedig egy inkább vibráló, bélénkebb pink. De mind a kettő nagyon-nagyon tetszik, de úgyis fogjátok látni smink videóban, biztos, hogy lesz ilyen teljes smink velük. És akkor az egyik doboz az ki is ürült, és van itt még egy kisebb doboz, amiben van, Ádámnak megrendeltem a gyerekvitamint előfizetéssel, nézzétek milyen aranyos, 21 szem rágható narancsízű gyerekvitamin van benne, 4 éves kortól lehet szedni a gyerekeknek, és mindenféle vitamint és ásványi anyagot tartalmaz, amire szüksége van a gyerekek szervezetének, és mivel mi előfizettünk rá, az azt jelenti, hogy minden hónapban megkapjuk, és minden negyedik doboz ingyen van, plusz most, mivel gyereknap van, jár hozzá egy ilyen ajándék is, ami egy ilyen buborék fújó pisztoly. Úgyhogy ez majd még gyereknapi ajándék lesz pluszba. A páromnak ez a wellness pak férfiaknak az Oriflame-től, ami szintén vitaminokat tartalmaz, illetve amit pontosan tartalmaz, ez a napi vitamin. Ilyen kis pakban van 4 darab vitamin. Az egyik az a napi vitamin, ami 12 féle vitamin, 10 féle ásványi anyagot tartalmaz. Akkor van egy antioxidáns kapszula, ami fekete áfonya kivonat, azt hiszem, de majd be fogom tenni a linkjét pontosan, és 2 darab omega-3 kapszula, tehát ez egy ilyen napi adag férfiaknak, amit érdemes szedni, 21 pakot tartalmaz, tehát végülis egy havi adag, de szerintem, ha 2 naponta veszi be, az is bőven elég, és akkor majdnem 2 hónapig elegendő. Jó, aztán van itt még rendelésre 2 ilyen menta kivis lábkrém, amit az előbb mutattam, amit magamnak is megrendeltem, és szintén rendelésre van hozzá a menta kivis hűsítő lábspré, tehát ugyanez a sorozat, csak spré formában. És közben bocsánat, azt nézem, hogy a kép olyan kicsit furcsa színű. Oké, most lett jó. Oké. Van itt rendelésre egy Devon folyékony szemhéjárnyaló. Ezt ez a gunmetal, tehát ilyen kicsit ilyen puskaporos színe van, szürkés színe van. Akkor van itt egy kézápoló kiszett, ami egy intenzív hidratáló koncentrátum kézre, és hozzá is kesztyű, tehát este, ha ezt föltesszük rá a kesztyűt, akkor reggelre biztosan extra jó hidratált lesz a kezünk. Igen, ez rendelése van, és egy nagyon szuper termék, szintén rendelésre, ez pedig a Coral táska, jó, de szép Coral bag. Így néz ki zacskón keresztül, de ezt mindjárt is veszem nektek megmutatni. Ez azt hiszem most ilyen 4000, pár száz forint volt ebben a katalógusban. Szerintem nagyon megéri az árát, és nagyon-nagyon szép élőben is.
Tehát ugye sok táskánál van az, ahol van olyan, hogy képen nagyon jól mutat, és aztán élőben csalódás. Na, ez nem az a táska, mert ez tényleg élőben is nagyon szép. Így néz ki. Bár a színt azt szerintem nem adja teljesen vissza a kamera, de tényleg egy nagyon szép, igazi nyári, tavaszi korall színű táska. Itt van két ilyen arany kis cipzáros zseb elől. Ugye ilyen rövidebb a pártja, de lehet állítani még rövidebbre vagy hosszabbra. Itt láthatjátok a kis csat segítségével, és akkor ilyen arany cipzár van középen. Egyterű, vagy egyfakkos, vagy hogy mondjam, és belül is van ugye ez a szokásos kis cipzáros rész, illetve két ilyen tároló rész telefonnak, meg ilyesminek, és ahogy láthatjátok, a belse is ilyen nagyon szép koralszínű, ilyen sejemszerű anyagból van. Fú, nagyon szép, hát ilyen nekem is kell, ez most ugye rendelésre van, de ilyen tuti, hogy nekem is kell ez a táska. És akkor ennyi volt. Hú, mindent megmutattam gyorsan. A Döván termékekkel természetesen úgy is lesz smink videó. A Skin Pro arcápoló, vagyis arctisztító berendezésről is lesz majd egyszer, előbb-utóbb biztos egy teljes videó, mert ez nyilván ez felér egy teljes videóval, amire itt mindent kitanulmányozunk, hogy hogyan is működik, meg hogy jó-e vagy sem. És amit még akartam nektek mutatni, az a következő katalógus, a mostani, a C8-as kampánynak a katalógusa, aminek annyira tetszik a borítóképe, olyan szépek a színei, ennek a kalapnak nagyon jó ez a kép, és ebben most már tényleg mindenféle nyári újdonság, úgy is van egy nagyon jó táska, ilyen narancsos, korallos táska. Tehát ebben mindenféle nyári újdonság megtalálható lesz. Majd úgy is fogom mutatni nektek ezt is. Akkor van egy mini katalógus is hozzá, ugye, ami mindig szokott lenni. És mit akartam nektek mutatni? Ja, hogy lesz egy tengerészes sorozata az Oriflame-nek. Igen, itt is van. Méghozzá, úristen, ezt láttam már élőben, ezt az órát, egy ilyen tengerészes női karkötő óra, gyönyörű, nagyon, és férfi változata pedig itt található, illetve ez akár uniszex is lehet talán. Eredetileg ez a férfi, ez pedig a női, és tényleg nagyon-nagyon szép, nagyon mutatós, és az ára itt most bevezető áron azt mondja, hogy 6000 forint bármelyik óra. Úgyhogy akik szeretik a tengerészes motívumokat, azoknak ajánlom, illetve lesz hozzá ilyen kis strandtöröltöző szett is, szintén ez a tengerészes, tengerész csíkos és motívumos dolog. Itt láthattok róla így egy nagyobb képet. Úgyhogy, fú, én ezekért most nagyon oda vagyok ezért a tengerészmintás dolgokért, táska, óra, mindenféle ilyesmi jöhet. Jó, és akkor tényleg ennyi lett volna a videó, remélem nem lett túl hosszú, ha bármely termékkel kapcsolatban van kérdésetek, azt tegyétek fel a kommentbe, a jó sok termékkel majd úgy is lesz teszt videó is, meg smink videó is. Ha érdekel titeket az Oriflame mint lehetőség, akkor nézzétek meg az Oriflame Plus című videómat, és akkor jelentkezzetek e-mailben. Köszönöm, hogy velem voltatok, legyen nagyon-nagyon-nagyon szép napotok, sziasztok!